Egy 21 éves szolnoki lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2022. július 17-én a kora esti órákban bement egy helyi óvoda területére, és különböző gyermekjátékokat tulajdonított el. A rendőrök lopásvédség elkövetése miatt kihallgatták a férfit, aki beismerő vallomást tett. A kis autókat megtalálták a nyomozók kutatás során, azokat visszaadták az óvodának. A nyomozók a fiatal férfi ügyét az általa korábban elkövetett bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőeljáráshoz eljáráshoz egyesítették. A megalapozott gyanú szerint 2022. június 28-án 20 óra és június 29-én 8 óra között két ifjú bűntársával mentek be egy szolnoki építkezési területre, ahonnan szerszámokat, kisgépeket tulajdonítottak el 620 ezer forint értékben. A rendőrök egy 500 ezer forint értékű döngölőgépet megtaláltak, azt a tulajdonosnak visszaadták. A jogsértő 2022. július 18-án 16 óra és július 27-én 7 óra között egy építés alatt álló társasházba jutott be, ahol az elektromos kábelek egy részét vitte magával. Július hónap végén fényes nappal egy szolnoki kertes családi házba ment be, ahonnan sportcipőt, mobiltelefont, napszemüveget, parfümöt és karúrát tulajdonított el fél millió forint értékben. A szolnoki nyomozók a büntető eljárás vizsgálatát befejezték, és a napokban vádemelési javaslattal küldték meg a nyomozás iratait az illetékes ügyészségnek.